Ferenc pápánál tett hétfői látogatása után kedden Lyonba érkezett a brazíliai őserdőkben élő Kajapó törzs vezetője, Raoni törzsfőnök. Két hetes európai körútján Raoni főnök felszólalt a klímavédelme érdekében, különösen pedig a benszülöttek védelme érdekében, kritizálva Jair Bolsonaro brazil elnököt. A törzsfőnök a polgármester kíséretében ellátogatott a lyoni botanikus kertbe is, ahol nem csak az egzotikus növényekről beszélt. Bolsonaro össze-vissza beszél. Ha hazamegyek, beszélni akarok vele, hogy hagyja abba a félrebeszélést, mondta a törzsfőnök. Az amazóniai erdőirtások elleni küzdelem mindennapos feladat. A városunkban mindent megteszünk a globális felmelegedés ellen, és mindent megteszünk, hogy élhető maradjon a Föld, mondta a lyoni polgármester. A Kajapó törzs szokása szerint a férfiak alsó ajkukban egy nagyobb fajta korongot hordanak, ezzel jelzik, hogy akár meghalni is készek, ha harcolniuk kell.